A Rudas gyógyfürdő méltán híres törökkori termálmedencéje egy újabb nemzetközi elismerést zsebelhetett be, hiszen a Thrillist.com amerikai internetes portál a világ negyedik legszebb medencéjének értékelte. A Gellért-hegy lábánál létesült első települések kialakulásában közrejátszott a melegvízű források közelsége. 1541-ben Buda megszállásakor a törökök a régi épületek köveit felhasználva építettek mecseteket, fürdőket. Török uralom alatt rengeteg új gyógyfürdő is épült, köztük maga a Rudas is. Egész pontosan 1556-ban kezdték el építeni, Szokkoli Musztafa ideje alatt, aki a budai pasa volt. Az uszoda része az ugye jóval később épült hozzá 1896-ban. Nagyon sok feltételezés van, hogy honnan ered a név, de a régészek a legvalószínűbbnek azt a verziót találják, hogy a rácok Rudna Ilidzsának hívták ezt a fürdőt. És maga a Rudna Ilidzsa kifejezés pedig ásványos fürdőt jelent. A Rudas fürdő épületének magja, a török fürdő 8-szögleti medencéje és 8-oszlopos medencetere, amelynek oszlopos kialakítása ritkaság. Az oszlopokra támaszkodik a felül világítókkal áttört félgömbkupola. 2005-ös felújítások során a régészek azért meghagytak nekünk olyan látnivalókat, mint például a Merülő medencénél a falban meghagyott eredeti törökkori kerámia csődarab. Illetve hát összességében maga az egész török fürdőnek a színvilága is, tehát már a törökök is inkább ezt a vöröses árnyalatot használták a fürdőkben, ami egy kellemes meleg szín. És nem utolsó sorban a márványburkolatok is már a törököknél voltak, a törököktől eredeztethető. A török fürdő részen 6 darab medence található, mind az 5 gyógyvizes medencének más a hőmérséklete. Tehát ez kedvez azoknak is, akik a fokozatosságot szeretik, a leghidegebbtől egészen a legmelegebbig beülni, illetve hát mindenki megtalálhatja a saját magának legjobban megfelelő. A Gellért medence víztárolója és a Juventus forrás látja el a fürdő termálmedencéit. Budapest legmelegebb vízi úszómedencéjével is büszkélkedhet a Rudas. Az úszómedence mellett finn szauna is található, illetve száraz légkamra. A törököknél nők és férfiaknak együtt fürdeni szigorúan tilos volt. Ez most úgy működik, hogy a hétfő, szerda, csütörtök, péntek az a termálosztályon a férfi nap. Ezek kötényes férfi napok, ugye? Tehát a vendégeinknek még egy fürdőgatyára sincs szüksége, hiszen a lepedő mellé kötény biztosítunk és fürdőlepedőt. A kedd az egyszem női napunk, és ugye a péntek éjszaka, szombat éjszaka, vasárnap, ezek az úgynevezett társas napok. 2013. októberében elkezdődött a Rudas gyógyfürdő déli szárnyának, az egykori palackozó üzemnek a rekonstrukciója. A felújítás során egy új élményfürdő kerül kialakításra, mely szervesen kapcsolódik a fürdő meglévő egységéhez. Az eddig kihasználatlanul álló, leromlott állapotú déli épületrész felújításával az egész épület tömegjelenése látványosan javulni fog. A fürdő területének növelésével, új medencék és a szaunavilág kialakításával a látogatók számának emelkedését várják. A közel 1 milliárd forint összköltségű beruházás várhatóan 2014. szeptember elejére készül el.